Iregszemcse határából érkezett a hívás, miszerint egy hivatásos horgász orvhalászati tevékenységre utaló nyomokat talált. Két rendőr sietett azonnal a helyszínre, akikkel együtt a bejelentő a közeli kukoricásban rejtőzött el, hogy megfigyeljék az elkövetőket. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, az egyenruhások két férfire lettek figyelmesek, akik a nádasban haladva egy fehér színű zsákkal és két fakaróval tartottak a tetthely irányába. Figyelemmel kísérték a férfiak tevékenységét, és azt tapasztalták, hogy a két férfi két nyakzóhálót, illetve leshálónak is mondják ezt, behúzza a halastóba, illetve kifeszíti, és utána elindulnak vissza a kukoricásban. Ekkor rajtuk ütöttek, elfogták a két férfit, megbilincselték, majd visszakísérték őket a nyakzóhálókhoz. Ekkorra már 11 darab pontyra boskodott a hálókban. A rendőrök gyorsan kiszabadították az állatokat, és visszaengedték azokat a vízbe. A halak össúlya összesen 34,8 kg volt, amivel ha el tudták volna tulajdonítani, akkor 52.200 forint kárt okoztak volna a halastó gazdájának. A férfiak lakhelyén kutatást tartottak, de egyéb más halászeszköz nem került elő tőlük, illetve lopott halat sem találtak náluk. A férfiakat előállították a Tamási rendőrkapitányságra, ahol orvhalászat vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellenük, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Mindkét orvhalász beismertetettét, ügyükben a Tamási rendőrfőkapitányság tovább folytatja a vizsgálatot. A nyakzóháló tiltott halászati eszköznek minősül, ezért bűncselekménnyé minősítették az ügyet.